ahogy végighordozott tekintetet korunk történelmén, állj meg, és vess egy pillantást a hullahegyekre. Gondolkodj el egy pillanatig, képzeld azt, hogy az a nyomorult hús és csontmaradvány a te apád, a gyermeked, vagy a feleséged. Egy olyas valaki, akit szeretsz. Lásd magad és a hozzád legközelebb állókat, akiket szívből szeretsz, ruhátlanul a mocsokba lökve, megkínozva, éhezve, meggyilkolva. A zsidókat és a cigányokat gettókba zárták. Ahonnan tehervagonokkal szállították őket a több száz kilométernyire fekvő haláltáborokba. Akik túlélték az utazást, azok nagy részével gázkamrákban végeztek. Lehetetlenségnek tűnik, hogy az ember a halálra, a nyomorúságra és a káoszra alapozza az életét. Látom magam előtt, ahogy a világ egyre kietlenebb sivataggá változik. Hallom a felén közeledő, egyre mennydörgő vihart, amely majd minket is megöl. És együtt szenvedek az emberek millióival. Mégis, ha felnézek az égre, arra gondolok, hogy egyszer még minden jóra fordul. A kegyetlenségeknek vége szakad, és a világra ismét egy békés és nyugalmas kor köszönt.